Spanyolországban egy tradicionális versenyen vett részt a napokban a Cantemus vegyes kar. A Cantonegroszi versenyt Barcelona mellett rendezték meg, itt 34 éve minden évben kórusok mérettetik meg magukat. Ebben az évben a Cantemus kórus család vegyes kara is versenybe szállt. Újabb sikerrel gyarapodott a Cantemus kórus család trófea gyűjteménye. A Cantonegroszi versenyen a vegyeskari kategóriában első díjat nyertünk, és a szervezők kérésére külön egynemű karként is a női kari szekcióval versenyeztünk, abban a kategóriában pedig második díjat hozott el az együttes. Bár a verseny 3 napig tartott, előtte Franciaországban turnéztak, majd Barcelonában, a Sagrada Familiában énekeltek a vegyes kar tagjai. Alig érkezett meg a kórus család egyik tagja, már is búcsút intett Nyíregyházának a másik, hiszen a Promuzika leánykar 3 hetes turnéra indul a Távol-Keletre. Japánban töltenek el 2 hetet, ahol a nagyvárosokban adnak 2 2-órás nagy koncerteket. A felkelő nap országában nem ismeretlen az énekkar, hiszen 1992-től lépnek japán közönség elé rendszeresen. Az énekkar most is nagyon fölkészült. Tegnap a búcsú hangversenyen itt Nyíregyházán még megmutattuk a legnehezebb új műveket, hogy mit fogunk Japánban énekelni. Úgy hallom, hogy ez egy kiváló csapat lesz, egy kiváló énekkar lesz, aki most elutazik. Annak ellenére, hogy 24 teljesen újoncunk van, akik még nem jártak Japánba. Nekik segít az a 14 gyakorlott utazó, akiknek korábban már volt lehetőségük megismerkedni a japán szokásokkal. Nagyon izgatott vagyok, és tudom, hogy nehéz időszak is lesz ez számunkra, de egyben egy hatalmas élmény, amit sokan még nem tapasztaltunk most, hiszen 24-en utazunk először Japánba most, tehát nagyon sokan vagyunk, és remélem, hogy a koncertjeink nagyon sikeresek lesznek, és Dénes bácsi elégedett lesz velünk, valamint tudom, hogy ez minden perc egy életre szóló élmény lesz, hiszen egy teljesen más kultúra, új élmények, új embereket ismerhetünk meg, tehát nagyon-nagyon várom már az utazást. A fellépések mellett bemutató foglalkozások és szemináriumok is várnak a fellépőkre. A japán utat követően 1 hetet tölt a Promuzika leánykar augusztus 6-ától Dél-Koreában, ahol egy nemzetközi fesztivál vendégei lesznek. Augusztus 13-án érkeznek meg Nyíregyházára, de pihenés ekkor sem vár az énekkar tagjaira, hiszen augusztus 15-én megkezdődik a Cantemus Fesztivál. A színes programokkal teli eseményre a világ számos pontjáról érkeznek énekkari csoportok.